Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit a Ruhabolt Szimulátor következő epizódjában. Múltkor adhattuk abba, hogy a raktárat készültünk megvenni, most jelenleg feltöltöttem a polcokat, a fogasokat, úgyhogy megnyithatjuk a boltot, és egyelőre ugye mindenből van majdnem elegendő árunk, és megvehetjük a raktárat. Ugye a raktár az itt van a store manager fülnél, és ugye nekünk nem a shop area kell, ugye, hanem a warehouse area. Úgyhogy 750-ért meg is vettük, és akkor nézzük meg, hogy aha, tehát jól gondoltam, ott ugye kívülről már múltkor megnéztük, tehát itt van a raktár, és itt is be lehet jönni, és van egy polcunk, ez egyébként micsoda? Ez csak így itt van. Megnézem, hogy mit lehet ide fölpakolni. Például ugye pulóverből van itt egy tonna félretéve, nem tudom, hogy... Tehát ez így akkor nem rakható, ez csak dobozba rakható. Igen. Vagy... Tehát így ide rakható, de egyébként ugye a termékek azok ilyen nagy műanyag dobozban jönnek, lehet, hogy azokat lehet ide főpakolni. Mert ugye itt lehet vásárolni, igen, vannak storage boxok, meg vannak storage shelfek. Na most egyelőre ez még nem világos, hogy tehát ha például ezt így megfogom, akkor... Aha, szóval így bele lehet dobozolni, aha! Értem, így carry, lerakom, és akkor így lehet kivenni belőle. Aha, jól van, megvan. Tehát akkor igazándiból ide be, ahogy nézem, akkor még 1, 2, 3, 6, még 9 doboz szerezhetünk. Fú, mekkora a sor, úristen. Gyorsan kiszolgáljuk a vevőket, hozzák nekünk a pénzt. Köszönjük szépen. Tehát akkor gyakorlatilag ugye ezen a polcon, ha a legfelsőre is rakhatunk, akkor még 9 doboz elfér és 40 fér a dobozokba. Tehát akkor elsősorban rendeljünk ebből. Igen, és közben még megnézzük, hogy mi az, ami lefogyott. Azt hiszem a szoknya, igen, a fehér szoknya, az biztos, hogy kell. Tehát ha rendelek, akkor azt már mindenképpen. Közben kiszolgáljuk a kedves vevőket. Jó, valami kell még? Szerintem felső topot is rendelhetünk. Ezt a narancssárgát. Így van. És akkor közben meg fizessük be a számlákat, mert ne legyen az, hogy probléma. Oké, és akkor ezt meg is rendeljük. Most másik polcot értelemszerűen egyből még nem veszek, mert nem látom értelmét. És... Akkor ezt egyesével így be kell hordani, mondjuk igen, itt elég sokat kell vele majd mozogni. Várjunk, lehet így... Hány férrel egyébként egymás mellett? Ó, hát te gyerek, ide sokkal több elfér. Sokkal több elfér, mint én azt gondoltam, úgyhogy itt akkor még a dobozokkal lesz... elég problémám. Ez egyébként nagyon jó. Igazándiból itt a raktárba akkor rengeteg mindent el lehet raktározni, és akkor nem kell majd külön rendelgetni, nem csak bejövünk a raktárba, és akkor innen át pakolgatjuk a polcokra. Jó, közben hát ugye mivel egyedül vagyok, így nekem kell mindent csinálni, egyébként kb. Mindjárt be is zárunk. Legalább a lóvé jön ezerre. Oké. Jó, akkor bezárunk, mert 9 óra, én ahogy látom nem nagyon van vásárló. Ezeket a dobozokat még bevisszük a helyükre, mert azért az úgy az igaz, hogyha feltöltjük a polcokat. Lehet hát... Ó, de mondjuk oda meg akkor nem férünk be, tehát az úgy nem fogjuk látni. Na mindegy, itt az első részen ez tele lesz rakva, és akkor látjuk, hogy melyikben mi van, az a legegyszerűbb. És akkor most már ugye nem kell a földre pakolgatnunk a cuccokat, mert igazából nekem az volt a legnagyobb problémám, hogy a legtöbb terméket azt ugye le kell dobálni a földre, és az olyan eléggé, hát hogy is mondjam, hülyén néz ki, hogy a földön tároljuk a
ruhákat, bár aki jár már ruhaboltban, azért ott is van, csak úgy ki vannak dobálva, aztán onnan tudjuk felszedni. Na, akkor a későbbiekben ide kell még, tehát akkor egy polcra 5 darab fér, tehát összesen 20 fér erre. Úgyhogy még oda fogok rendelni. Másik polcot még mindig nem rendelek, mert rengeteg minden elfér. Ezen szerintem az összes fajta áruból tudunk ide pakolni majd. Szóval azt megnézem, hogy felső polc. Igen, és az hátra van, vagy előre, mert ezt nem lehet előrébb rakni. Nem, az csak középre engedi, tehát az direkt úgy van már belőve. Sőt, hogy nézem, ez a polc is, hogy mindenképpen lássuk, hogy mi van. Tehát nem lehet... Tehát csak az alsó polcra lehet duplán rakni a dobozokat. Gondolom arra látunk úgy rá, hogy mindent is lássunk. Na, és akkor a megrendelt árut is még gyorsan kiszórjuk a polcokra. Még ide egy kicsit nagyobb ajtót rakhattak volna. Szoknya. Úgy láttam, hogy ebből... vagy mini. Igen, ebből szinte le is fogyott az egész. Jól van. Női farmerből is. Oké. Nézd meg, eldobálják az árut, még jó, hogy a csomagolásával együtt, nem csak a földre ledobták így a koszos földre. Na jó, nem koszos. Oké, hagytak egy ruhát itt, ezt is ki kell rakni a helyére. Ezekből is rakunk, jó. És akkor jelenleg csináljuk úgy, hogy a... Azt hiszem, nőiből van a legtöbb, jó? Tehát a női dolgokat, azokat pakoljuk az alsó részre. Nem lehet, rakunk bele újat majd. Jó? Atya úristen, itt meg lefogyott minden. Csak a felső részre meg a férfi dolgokat. Jó, az is lefogyott. Ebből egyet tudunk kirakni. Ez már mehet ide a nőibe. És ebből is egy. Jó, és akkor nincs is több. Tehát igazándiból a földön már nincsen ruha, ami egyébként szerintem egy tök jó dolog, mert végre nem úgy nézünk ki, mint egy putri. És akkor szerintem kezdjünk is új napot, aztán meglátjuk majd, hogy a következő nap pontosan mivel fogunk foglalkozni. Hát ketten nem találtak valami terméket, de hát ez elő szokott fordulni, viszont egy rakáspénzt kerestünk, és mehet a következő nap. No, akkor először is kell nekünk számla. Igen, akkor egyébként ugye itt is látjuk, hogy miből mennyi van ebből például. Ki van rakva 10 a boltban, és 3 van a raktárban. Ebből 11 a boltban, 3 a, 0 a raktárban. Tehát ugye ott azokból nincs a raktárban, ebből van a storage-ben is. Ebből mindenképpen kell, mert nincs. Ebből 20 darabunk van a boltban. Ebből is van, de ebből rendelünk, mert az csak 6. Abból 10, oké. Azon gondolkozom, hogy igazándiból... Még ebből is rendelhetnénk. Jó. Ugye bútort egyelőre nem akarok rendelni, viszont például vagy puffokat, vagy tehát kicsit kéne a bolton. Amúgy is lesz majd ugye 8-es szinten következő brand, meg 10-es, 7-es szinten special design. Ugye szerintem veszünk akkor még egy ilyet. Meg veszünk a két szélére most nem ilyen próbababát, hanem kettő puffot, jó? Kicsit dizájnolgatunk. Közben pedig kinyitjuk a boltot, hogy pörögjön a biznisz, és akkor, igen, ez az. Hát most egyelőre nem tudom, úgy valahova ide, jó? Tehát úgy, ez most még nem egy véleményes dolog, ez csak úgy... hogy legyen még azért valami itt a boltban, ne legyen már annyira üres, és akkor a két oldalára meg rakunk valami puffot, de így kicsit dizájnosan, hogy így elforgatva, nagyon jó, tehát oda le lehet ülni, bár nem tudom, hogy fog ezen-e valaki ülni, mert például lehet, hogy erre is panaszkodnak, hogy az én boltomban nem lehet leülni, picit arrébb.
Hát az úgy nagyjából jó. Oké. Ja, és akkor ugye ki kéne rakni a termékeket, mert például ebből nem igazán van kint. Vagyis ott nem, sehol sincs. Jó, itt 5, ott 5, oké. Ez a férfi nadrág. Férfi nadrág az van ugye itt, meg van itt. Jó, és akkor a többi az meg megy a férfibe. Jaj, dobozokat nem rendeltem, viszont ebből meg kéne kirakni, mert ebből nincsen pulóver. Én azt néztem, hogy a pulcsik azok nagyon lefogytak, és akkor a többi pedig ide-vissza a helyére, jó? És akkor dobozom nincsen, jó, gyorsan, akkor köszönjük a vásárlást, köszönjük a vásárlást, köszönjük a vásárlást, legjobbakat viszont látásra. És akkor van még egy női farmer témánk, ami kicsit ugyancsak le van fogyva. Jó, és akkor jó, legyen ide a férfi pulóver helyére, simán berakjuk és kész. Jó, köszönjük szépen, és akkor jó. Jó, most gyakorlatilag ugye a hetes szintet meg kéne várni, hogy ezek a special brandek micsodák, nem tudom pontosan, hogy az mit fog, vagy special design, ez mit fog takarni, mert ugye nem mutatja, mert itt a brandeknél látjuk ugye, hogy lesz majd női leggings, meg shorts és skirt, ugye az ilyen szoknya elvileg, úgyhogy sőt, ahogy nézem, lesznek cipők is. Ó! Nagy a sor. A pénz egyébként egyáltalán nem probléma. Tehát igazándiból... Na, a miniszoknya le van fogyva. Van elrakva miniszoknyánk? Nincs. Mi van még? A izét azt ki tudjuk rakni. Ezt még ki tudjuk rakni. Ja, és akkor rendeljük meg a maradék dobozt, mert ugye mennyi az még? Még 8 darab doboz kell. Hál' Istennek azoknak az ára nem túlságosan magas. $32 az eléggé. Na, micsoda frizurája van, vagyis milyen színű haja van a csajnak, ilyen lilás. Mit tudunk még kirakni egyébként? Ebből azt hiszem egyet talán ki lehet rakni. Igen, ebből egy hiányzik. A narancssárgából 2 esetleg. Jó. És kb. Igazándiból a többi az... A fehér felsőből is az üres, azt rendelnünk kell. Jó van, na! Köszönjük a vásárlást, ugyancsak szintén zenész. És egyébként kb. Be is zárhatjuk a boltot, mert ennyi volt. Jó, innen nem látom, de talán mintha két női nadrágot ki lehetne rakni, két farmert. Nem csak egyet, jó. Oké. Okay. Akkor mehet vissza a helyére, és igazából más nem is nagyon valamit ki tudok rakni. Férfiből van pulóver meg nadrág. Nadrágból ki tudunk rakni kettőt. Meg oda egyet. Nézzük. Érdemes mindig mindent feltölteni, ugye, mert el lehet adni a dolgokat, úgyhogy jó van, bezárjuk, és akkor ennek a napnak is vége van, köszönjük szépen, mindenki elégedett volt, minden rendben van, mindent eladtunk, remek, pörgessük tovább, és akkor rendelni kell megint, na ez az, hogy például fehér rövid szoknyát, azt mindenképpen kell rendelni, de egyébként itt is látjuk, na. Ebből rendelünk, mert ugye a storage-ben nulla, abból még van, ebből is rendelünk, abból még van, abból van, igazándiból ennyi, ebből is legyen a raktárban, meg ebből is legyen a raktárban, jó? Szerintem más nekünk nem kell, tehát a se bútor, se különböző egyéb dolgok, ja igen, a dobozok. Jó.
Igen. Oké, annak is van hely. Jó, vigyük be a dobozokat, közben egyébként nyissuk meg a boltot. Remélem, hogy semmi nem fogyott úgy le, hogy nincs a polcon, és akkor nincs abból probléma, hogy nem tudunk a vásárlóknak valamit is biztosítani. De szerintem mindenből van a polcon, úgyhogy... Ja. Talán ebből egy kicsit kevés van, hogyha ezt feltöltjük így. Meg így, és akkor a maradékhoz mehet a... oda a helyére. A vásárlókat is megvárjuk, hogy kicsit fölsztekkeljenek ott a kasszánál. Nem fogok egyesével rohangálni nekik, úgyhogy majd, hogyha van egy 4-5, akkor majd megyünk, aztán rendezzük a dolgokat. Addig meg a dobozokat behordjuk a helyükre, meg feltöltjük a maradék árut is. És szerintem a 7-es szint bőven meg lesz, mert a vásárlók azok nagyon nyomatják a dolgokat, és ezerre hozzák itt az XP-t nekünk. Úgyhogy azzal nem lesz probléma. Aha, már ketten várnak, na akkor mindjárt jöjjünk. Ez mehet a legfelső polcra. Meg még egyet bedobunk, és akkor jók is vagyunk. Szerintem lehet, hogy velük már a hárman vannak. Velük lehet, hogy meg is lesz a 7-es szint. És akkor megnézzük, mi az a special brandek, vagy valami special design. 7-es szint. Nagyon szépen köszönjük. Mekkora vásárlás. Oké, és még van 3 dobozunk, föltöltjük az árut, és akkor utána rendelünk ilyen, vagyis hát megvesszük a special brandet, aztán utána megrendeljük, bármi légyen is az. Gondolom valami újfajta ruha lesz, vagy kiegészítő, akár, ugye azért egy ruhaboltban igazándiból nem csak ruhát szoktak árulni, hanem kiegészítőktől kezdve, akár még cipőt, vagy bármit, tehát ugye cipő az biztos, hogy lesz. Hú, mekkora sor van. Köszönjük a vásárlást, önnek is. Okés. Na, nézzük, hogy ebből mi az, ami esetleg már nincs is a polcokon. Igen, szoknya az nagyon menő ez a mini. Egyébként jól is néz ki, úgyhogy... és fekete, fehér, szürke, csíkos kockás. Oké, hát a topból itt 2 hely is van, ugye. Ez szerintem jó. Majdnem kifért az összes. Ennek kell már egy új. Jó. És akkor még van egy utolsó, most már azt is kirakom, nem kasszázunk addig. Oké, ez olyan kis flanelingszerűség. Egyébként ez hasonlít a lilához, vagy rózsaszínhez, csak ez fehér. Igazándiból ez a miniszoknyával megy össze, úgyhogy... Na, akkor... Köszönjük, önnek is, jó. És akkor nézzük, hogy mi ez a... Jó, számla. Kíváncsi vagyok erre, hogy mi ez a Special Design 500 Unlock. Ez mi a special design? Ja, hogy ezt edit design. Ohohoho, saját izét lehet csinálni, gyerekek, azt a betyár mindenit. Hát ez nem rossz, írni lehet rá, meg ilyesmi, hello. Na, akkor meg fogjuk csinálni majd a saját ruha márkánkat, vagy saját ruhánkat. Persze idővel, mert egyelőre mindjárt be kell zárni. Na jó, akkor először zárjunk be, és egyébként itt ez a gáz, ugye, hogy amikor már sok itt az áru, például ki kéne hozni ugye a ezekből a piros póló. Pulóver is le van fogyva. És egyébként, hogyha pénzünk majd engedi, akkor érdemes ugye minél többet megrendelni mindenből. Én szerintem egyébként kb. Itt nullára ki tudjuk pakolni a dolgokat. De nem fér több, ide még fér.
Jó, és akkor ők voltak az utolsó vásárlók. Szóval igazándiból szerintem kb. Nullára ki tudjuk pakolni a raktárunkat, mert annyi mindent elvittek. Abból nincs is, ebből van kettő. Szerintem igen, ez is kifér. Hát ebben nem vagyok biztos, mert a női farmer azt hiszem csak egy helyen van, és abból mintha nem annyira. Igen, abból kb. Egyet vittek, sőt megmondom őszintén, hogy ugye itt is van még. De nem ez, ez ugyanaz a női farmer. Nem, az férfi farmer. Akkor ezt azt oda, és akkor a női farmereket meg vissza a helyükre. Ez biztos, hogy kifér, mert azt hiszem ebből is vittek sokat. Jó, ezt visszarakjuk a helyére. Jó, több ruhával nem volt ilyen gond. Na, és akkor van még ugye a felső, abból lehet, hogy nem is vittek. Hát ez akkor nem egy népszerű termék. Lehet, hogy lejjebb kéne. Igazándiból ugye lehetne figyelni, hogy mi az, ami népszerű, és akkor azokat a dolgokat rendelgetni, de hát jó, máshol ez nem megy. Oké. Na, akkor viszont itt lesz majd a special cuccunk. Egyelőre menjünk a következő napra. Na, rengeteg pénzünk van most már, és a szinttel is jól állunk, de igazándiból most ugye az lenne a legfontosabb, hogy feltöltsük úgy a raktárat, hogy mindenből legyen, és akarok egy, lesz majd egy férfi felsőt fogunk csinálni, de ugye akkor annak kelleni fog egy, na itt már van ilyen kör, azt a betyár, ez egy másfajta pénz kassa, vagyis hát ugye kassa, van még egy puff, van ilyen shelf, erre nem tudom hány, de tehát így valami info esetleg, hogy hány ruha fér rá, így ez nem játszik, az nem kéne. Na, kell nekem egy ilyen próbababa, és ezt majd berakjuk oda a sarokba, és akkor nézzük meg, hogy ebből biztos, hogy kell rendelni, ebből is kell, ebből is kell. Ebből is rendelünk, ebből is, rengeteg pénz most el fogunk menni, ebből nem, mert ezt nem nagyon viszik, ebből sem, jó, ebből is kell. És igazándiból szerintem most többet nem is rendelünk, feltöltjük, és akkor keresünk egy csomó pénzt, aztán majd megcsináljuk a dizájnunkat. Na, tehát ezt úgy gondoltam, hogy beállítom ide a sarokba, és akkor majd ugye itt lehet látni ezt a pólót, vagy felsőt, és akkor majd itt lesznek a polcokon, hogyha eljutunk odáig. Hát most pedig akkor jön a szokásos kuli munka, föl kell tölteni a dolgokat, és ami meg ugye nem fér be, az meg megy a raktárba, de ettől függetlenül egyébként kinyitunk, mert pörögjön a bolt, és akkor jöjjenek a vásárlók, vásároljanak, és költsék a lóvét. Mert egyébként a lóvé közben ugye szépen fogy, hogy a raktárkészlet egyre nagyobb. De az egyébként nem baj, mert csak a raktárból kell kiszedni a dolgokat, és főpakolni a polcokra. Na, ide is kell egy pár darab, három pontosan, ide nem kell egy se, ez is mehet a raktárba. És valamikor a 15-ös szint környékén lesz, azt hiszem már segítünk, vagy nem is tudom, kasszás, vagy aki feltölti az árut. Női farmer szerintem az egyáltalán nem megy. Érdekes, nem nagyon viszik. Inkább szoknyát vesznek. Ez jó, mert egyébként ez férfi, igen, nem volt eléggé nyilvánvaló a kék jel rajta. Egyébként a férfiaknak csak egy kék gatyájuk van. Tehát igazán, hogy a férfiként mit tudsz venni? Egy piros pólót, egy pulóvert, vagy egy izét? Egy gatyát. Tehát inkább ennyi a választék. Hé, azt úgy nem kéne szétdobálni. Na. Jó, egyébként tegyük hozzá, hogy valóban a divat, meg a ruhaipar azért a nagyobb rész ugye inkább a nőknek gyárt termékeket. Hú, az ugyanaz a kettő. És ezt én rohadtul elnéztem, az férfi, az kék, most nézem.
Elég durván figyelmetlen vagyok. Úgyhogy oda majd más termékeket kell pakolni. Jaj, közben meg hát el is kéne adni. Csak gyűlik itt a tömeg. Majd, hogyha már nagyon nem tetszik ez az alapkassa, akkor majd ezt szépen elfogjuk. Tényleg el lehet egyáltalán adni. Jó, ide is rakunk még egy párat, ez el is fogyott. És akkor már csak a narancssárga van. Na, szóval én ezt nagyon benéztem, kérem szépen, ez a fehér, az férfi cucc. Az egyáltalán nem női. Tehát ezt így akkor ide is kell rakni így a férfihez, mert az a férfi fehér, ez nem lila, vagy rózsaszín, hanem ez kék. Jó. Na, megint nagy a sor. Azaz, nagyon szeretjük, amikor ilyen nagyobb összegekért vásárolnak. És hát van itt egy-két dolog, amit vissza kell vinni a helyére. Például oda. Na, végre vittek ebből a izéből. A narancssárga felsőből. Az jó, mert ez mi volt? Ez is az. Abból van bent egy csomó raktárban, úgyhogy ezt mondjuk jól lenne fogyasztani, mert... Ja, csomó. Három darab, azt ki is lehet rakni. Jó. Oké. Remélem más nem nagyon van szétdobálva, mert most már azért el szoktak dobálni pár ruhát itt. Köszönjük szépen, és egyébként lassan be is zárunk, úgyhogy mindjárt vége lesz a mai napnak. És... talán pulóvert föl tudunk tölteni. Igen, az föl is ment. A farmer, férfi farmer nagyon lefogyott. Nem tudom, hogy ez mind ki fog-e férni, de... ha nem is... azért legyenek tele a polcok. Nagyon jó. Az oda-vissza. Vissza mennyi. Oké. Négyezer... Hoppá-hoppá, több mint 4000 dollárunk van, fantasztikus. Nézzük meg, hogy ez még mennyi fér ki belőle. Jó, elég sok. Na, ő az utolsó vásárló, ahogy nézem a mai napra. Úgyhogy még őt kiszolgáljuk, és akkor bezárunk. Köszönjük szépen, bezárunk. Na, ennyi volt akkor a mai nap. És hát akkor ugye eljutottunk odáig, hogy majd ezt a saját... dizájnt meg kellene ugye csinálni, és akkor lehet feliratot rakni, férfi, női, hosszú, ez egyébként nem update-elődik, ez egy póló, ez egy hosszabb újú. Ez sem update-elődik, tehát így most nem igazán látszik a változás, vagy én nem tudom. Import-export is van, kamera rotation. Jó, majd valamit kitalálunk erre, hogy és akkor ezt így egyesével kell megválaszolni, vagy megvásárolni. Lehet matricákat rakni rá, macskás, mindenféle egyéb hülyeségeket, úgyhogy jó van, majd csinálunk egyet. Hát és akkor ennyi volt a mai nap, igazándiból, bezárhatjuk a boltot, és megint egy csomó elégedett vásárló, meg egy rakás lóvé lett a jutalmunk. Hát igazándiból elég szépen haladunk, megvan a raktár, amit akartunk, meg a bolt is egyre nagyobb és több áru van, meg most már lesz majd saját termékünk is. Úgyhogy azt a következő részben majd megdizájnoljuk. Úgyhogy hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velem tartott. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Legközelebb találkozunk, én Karesz voltam, addig is szevasztok!